Viszont én köbben úgy, úgy, látom ezt a, a Xiaomi, az a, az a tech világnak a lidője. És ez olyan mágneses sztori, amit az iPhone-oknak az aljára lehet csattintani, és a miénk t lehet rakni, akár négy terásat. Mondjuk erre mondjuk nem rossz, hogyha Wow. a telefonra fölcsattintod, és akkor, akkor már van hely. Tehát nyomockában akkor méteren azért elférsz. Igen. És az egy kép, és közben a háttérben két dalú emeli föl, ügyel, ja. több gigabattos izért, és szólnak a városban, és Rácsok, ezt a három utcát most lekapcsoljuk, mert kell a lámpa a forgatáshoz. Köszi. Szerintem az egyik legjobb telefon lesz. Egyébként összesodták a képét az iPhone-okkal, de hát nyilván az egyszoros szenzor azért megveri az iPhone-nak a csúcs kategóriáját. Üdvözlünk mindenkit a Content Rebel következő epizódjával a mikrofonoknál. Csapó Gábor, Szabó Viktor és Sanyi Roland. Sziasztok! Hello, sziasztok! Hello. Tehát egy olyan témát hozott nekünk Gábor, ami nem más, mint a mobiltelefonok. Ugye múltkor beszélgettünk arról az adásban, hogy érdemes egy nyaralásra elvinni fényképezőgépet, vagy elég mobiltelefon, és elég érdekes mobiltelefon frissítések láttak napvilágot az elmúlt pár hónapban. A tech hírek jönnek a mobilokról. hírek a jönnek így mobilokról, így van. Meg um, a kamerákról meg akciókamerákkal se felejtsük ki, és majd azt is megbeszéljük, hogy miért jó és miért nem jó egyik és másik. Hát ugye az egyik nagy duranás nem olyan régen az S24 Ultra volt a Samsungnál, amit így kidobtak, megjelentek benne az AI funkciók. Már nem ezért szeretjük ezt a telefon, de igazából mi, amit nem gyártók vagyunk részben. Ezért úgy gondolom, hogy fontos lehet beszélni ezekről a telefonokról, ugyanis ezek azok, amik mindig kézben vannak, és bármikor elő tudjuk kapni, és tudunk dolgozni. Igazából a 24 Ultra az egy, ugye a Samsungnak a zászlós hagyója, és nem egy olcsó telefon, ezt mondjuk ki azért őszintén. Öm, megkapott egy csomó olyan funkciót, amit az elődje még nem, a 23 Ultra még nem. Sőt, ami a legdurvább, ami a legdurvább, ami a legdurvább. hogy ezt egy év után, ezt csak egy évig kapod ingyen. Igen. Utána fizetnék el érte. Tehát most Igen. már nem csak a mobil fogsz fizetni, meg, az Apple előfizetésért, meg a Netflixért, hanem, az, hanem az a rohadék, telefonodért is, csak úgy azért, mert van. Szerintem meg fogják lépni a többi gyártók is azt, hogy lesznek ilyen funkciók a, telefonokban, és onnantól kezdve fogja az ingyen fogja adni. Igen. Én biztos, hogy benne. De ezt, nem csak a Xiaomi, hanem a Google is. Vagy, vagy azt mondják, hogy gyerekek, hát ezt már úgyis le volt kártelezve, akkor mostantól mi is ennyire adjuk, az kész. Hát, ha pénzügyileg a mérlegek nem hülyék. lesz túl jó, akkor valószínűleg bevezeti mindegyik, hogy nem inkább tudom. legyen fizető. Ne, 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 nem, 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 teljesen független a pénzügyi mérlektől. Az emberek kifizetik-e, vagy sem? Ha kifizetik, és a többség hülye, akkor, akkor kifogják. Akkor ez úgy fog működni, de ez lehet, hogy csak az én vízióm, hogy eh, Szerintem picit csalnak vele. Egy, van egy ilyen beltető időszak. úgy, mint az internetnél volt. Megkapod ingyen, internetezzél, gyere, csináld. Hát az iskolák Megkapod... környéken is így indult annak a különböző ilyen Micsoda? Hát az ilyen szereknek a ja, az, ja, az hát, igen. Ah, igen. Egyébként, ha belegondolsz, az internet is egy ilyen pszichoszomatikus szer, mert rászoksz lényegében, mint az alkoholra, vagy a dohányzásra. Ja, a TikTokra. Vagy a TikTokra. De hogy szerintem az lesz, hogy meg fogják adni ugyanígy gondokat, hiszen a Google, vagy a Samsung is igazából ezzel az egyéves ingyenes AI funkciókkal, hogy engedik használni, hogy hozzá szokjál, és amikor rájössz, hogy a mindennapi életednek a szerves részévé vált, akkor majd azt mondja, fizessél érte. Na akkor most én ezt, ezt cáfolni fogom egyből. Tehát ne csapjon a napdát, mert én most már a harmadik frissítésem van túl, ugye ugyanúgy az én telefonos megkapta ezeket a feature-okat. De egyes, Benne van a procis, meg minden. És nem csak, hogy nem használom, hanem megőrjít, hogy körülbelül. 40%-kal lett rövidebb a hazakú időn. Nem Igen, tudom, hogy És most már tényleg mondom, a harmadik változaton van. Egy picit talán most a legutóbbi, ez egy hete vagy két hete lehet rajta, mintha jobb lenne, de, de de én nem is használom ezeket a funkciókat. Nézegettem egyébként, hogy ez az. De a gyerekek végre, ez itt változás van, és persze kapja be a Samsung a havidíjával, mert hogy a többiek úgy is lenyomják, de hogy végre, akkor végre ott vagyunk, mint amikor megjelentek a, a nagy kijelzős telók, a végre lekerült róluk a, a billentyűzet, és most újra valami kis érdekesség van, és valami annak lehet használni, ami, ami, ami tényleg jó. Semmi. Annyira, hogy használtam, és ugye most felraktam egy Facebook posztot, hogy lefotóztam egy ilyen kis fekete mm. Venom a lányom elnevezte Venom szúnyognak, hogy akkor ez új faj, és megtaláltuk, és, és semmit nem, nem találta rá ki. Bekarikázod íz, és nekem a Pinteresten dobálja ki a ja, hát ez volt az első kommentem, <tok> amit én... írtam alá, hogy á, és mi van az jájal nem ismerte mm. fel, hogy itt a Facebookot kell megkérdezni? <tok> <tok> én, én elmondom, mi a probléma, rosszul fotóztad le. Tehát én te nem. vagy a hibás. Persze, de nem sok időm volt rá. És mindegy, a lényeg, hogy nem jó fotóztad le a google Okay. Mert gondolom, a Google-nek az használja a Samsung, tehát nem a sajátját. Miért nem a sajátját használja. A sajátját használja? Hát a Google, Ez Google képkeresés van integrálva igen, a Samsung. Az Google -i? Google -i? Hát erről beszélgettünk a múltkor, hogy semmi egyedi nincs ebbe a megfelelő keresőben, mert ezt eddig is tudta a Google. Bármelyik telefon tudni fogja szerintem, de mindegy. Hát én is tudom az iPhone-on, csak meg Versza. kell nyitni a Googlenek ezt a részét. Annyi van most, itt, ami hozzájött még. Én egyébként ezeket nem használom, mert hogy nem szerkeztek fotókat a telón egészen jól kijelöli a tárgyakat, oké. Okay. Ki, tud, ki tudod Azt szegnes, már az iPhone is. Mm. Igen, egy és ki tudja, és is hogy... És, és az iPhone nem is úgy harangozta be, hogy éjjel. És Hanem nem, ez nem már tudom, mobil, mobil, nem akart átvenni az embereket. Ja, mobil, mobil, Lightroom, nem tudom, hogy, hogy, milyen funkciókat tud, de hogy köbben ezt, ezt már megkapod. Tehát kiszeded, leszed róla a sapkát, meg ilyen baromságokat tudsz csinálni, meg ugyanúgy jöv, rá tudsz írni, hogy, hogy ja, mi ja, történjenek ja. éppen, mint, mint a lightroom -ba. Ezt mondjuk nem használom, lehet, hogy valakinek ez jó, míg a, a, buszon addig ilyeneket és mémeket szerkezget, erre lehet, hogy jó, de a, Na mindegy, átadom a szót, és akkor soroljuk föl ezeket, hogy mik, 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 miket tartom az ez a nagy újítás. Egyébként tényleg, én néztem, néztem a videót, meg meg, egyébként tök jól néz ki, hogy basszus, ez tényleg mindenkinek kell. Tehát, hogy valamiért ezért megéri telefont váltani, és itt van már jó, te, úristen, négy hónapja, három? Nem mm, hát, tudom. Kb. De, de hogy nem használom. Azt mindenképpen mondjuk el, hogy azért ezeket a telefonokat, főleg a samsung -ok a csúcskategóriás készülékét, azokat nem azoknak a személyeknek találták ki, hogy váltsanak mondjuk egy 20-21-22 Ultrától fölfele, hanem inkább azoknak, akiknek valamilyen régebbi készülékük van. A 21 a kamera rendszere Szerintem meg... összehasonlítható a 24 Ultrával, rengeteg videó fent van, konkrétan minimális ha jobb, tehát ez emiatt nem érdemes váltani. Na, no, ezért az AI. Az... Ezért, és ez biztos, hogy, hogy az, ezt találták ki idénre, hogy nem majd ezzel fognak behúzni mindenkit. Igen, de egy olyan személyt, aki az AI funkciókat nem mobiltelefonon használja, vagy nem használja, azt nem tudják ezzel behúzni. Ezt eddig nem ment a marketing, úgy láttam. De, sék. de marketing megállt lenni hogy ami járja, ezt el lehet adni. És itt, itt, itt megállt a... Hát itt kamerafronton matek... egyébként hűmányos fejlesztés történt, sőt, ugye a 23 ultrahoz képest elvették a 10, meg szeres optikai zoomot, hmm. és helyette kapott egy ilyen hibrid 5 kiegészítőt, egy ilyen digitális zoomot, ami hát nem jó, de nem is tragikus. Nem rossz, nekem is, hogy ennek a, hát a, 23 digitális, is sokkal digitális van, ugye már a, a nekem a foldet van, és azon sincsen ez a nem tudom miatt a tökön, de, de egészen jó, tehát még videóban hát, nézzük is. nézzük meg ezt a két telefont, az enyémet, mi tud lefotózni. Jó, oké, okay, majd menjünk ki. Menjünk ki, egy képet csinálunk. <laughs> gyere ki. Gyere ki, gyere ki. <laughs> Na, szóval a főre. igazából <laughs> az AI funkciók szerintem önmagában egy telefonnak a váltásához eleg, nem elegendőek. Legalábbis én emiatt nem váltanék, az biztos. És ja, miatt. Most, már, most már látszik, hogy én sem, de hogy meglepő volt, hogy, hogy én is valamiért, mint a a, nem tudom, a ajándékát így vártam, és én megkapom, hogy Egyébként, ami nagyon durva volt, a 24 ultrában, az az akkumulátora, meg az akkumulátor ideje. 27 órás kijelző időket érnek el vele. Egyszer elképesztő tényleg. Az durva. 27-28 órákat, hm. aha. Rengeteg videó fenn van neten, hát az a durva. többihez képest elképesztő, de most már általában van jobb talán, talán a Xiaomi lett, amelyik most egy győztes lett, de nem akarok hülyeséget mondani, mert pont most néztem a videókat, de megnéztem, hogy 30-at, és 30 most különböző féle teszt most lett, és mostodik össze. össze kicsit már. De... kell, bocsánat, hogy a Gábor egy teljesen rá a mobil dolgokra, és most kivételesen támogatom, mert kíváncsiak ebből akkor mit fog majd kiszűrni, de hogy azt az érzitek, hogy most azért volt egy váltás. Tehát, hogy most elérkezett az a pillanat, ahol, ahol használható más nem hobbira is, meg, meg, meg Hát az ja, elő tiktok gyártásra Igen. És ez nagyon fontos, hogy azért te elment már ebbe az irányba a világ egy jó éve, két éve, három éve, de a, a műszaki dolgok ezt nem követték le azonnal, Le most értünk el hogy effektíve megfizethető áron jó minőségű terméket meg lehet vásárolni, nem túl olcsón mondjuk, azt tegyük hozzá, de de egyébként most már kimerem azt jelenteni, amit az előző adásban is elmondtam, hogy gyakorlatilag egy mobiltelefon most már szignifikánsan nem annyival rosszabb minőségű, amiért ne érdem, ne lenne érdemes azt használni. Vagy akár mondjuk egy pocket kamera, amit beszélni fog majd a későbbiekben. Tehát, hogy ö, van egy olyan váltás így az egész világunkban, ami a mobilizált dolgok felé halad, és ez egy nem egy rossz dolog, mert nyilván az a legjobb készülék mindig, ami nálad van értelemszerűen. Tehát... Szerintem hamarosan érjünk abban, vagy egy-egy öt év, amikor, amikor meg lesz -e? a, a, a profi kamera, a profi PC egy, egy zsebedben. Szerintem már megvan. Kicsapod, így akkor simán ilyen érizével átdobod a tévére, monitorra, bármire, dolgozol vele, elcsapod és mész valahol. De srácok, ki... lesz minden. És én ezt már gyakorlatilag... hány, hány ezelőtt megénekeltem? Próbálkoz, próbálkozol még, és használnád a technikát, csak én azt látom, hogy mindig ezekben, a homok van a fogaskerékben, meg egy-két tízét átugrik, és még nem, nem az igazi. De nem is biztos a hardware hiányzik, hanem hogy ezt még nem akarják, nem tudom miért. Tehát, hogy srácok emlékeztek még rá, amikor azt mondtam nektek, hogy a Samsung telefonomon szerkesztett meg a képeket, úgyhogy ki hogy kivetítettem pontosabban egy HDMI kábellel. Jó, de ez már össze össze év, össze öt, év, öt, éve, öt éve, jó, három éve próbálkozol ezzel, hogy legyen egy mobil eszköz, amivel kiülsz a izébe, és kint a... Az nem működik? Igen. És tökül működik, és, és, ami legdurvább, például ez a Dex mód a Samsungnál, ez gondolom bármelyik uh, telefont, hogyha a HDMI kábelen keresztül rádux tévére, úgy működik, tehát egy külső kijelző kapsz hm. de itt a Dex ez annyira jól működik a, a a Samsungnál, hogy kapsz lényegében egy Windows-hoz hasonló valami rendszert, hát és Linux, ennyi. egy Linuxot kapsz, de tök jó kis grafikája van, tehát teljesen jól használható, és ott például a Lightroom-ot megnyitva nagyban tudod válogatni a képeket, és 4K30-ban látod, tehát egy tök jó minőségben látod ugye a felvételeket, ami azért nagyon nem mindegy, hogy amit kivetítesz, az milyen minőségű, mert azért Full HD vagy az alatt, mondjuk egy HD-ban már nyilván válogatás szempontjából nem a legideálisabb, de én Ami például megnézed, korrekcióztam rajta a képeket, és brutál volt. Ha megnézed egyébként a teljesítményét, tehát hogy nem, nincsenek ezzel tisztában az emberek, hogy ez egy telefon. Olyan brutálisat változott a videókártya is, tehát hogy, hogy nagyon durva. Nagyon durva. Tehát um. visszanéz egy, egy öt éves PC-t, Szerintem Sibán ez, ez, Tehát egy, 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 Intel HD, mit 530-asat, meg egy ilyen alap, valamilyen, nem tudom, ötödik generációs, negyedik generációs mobil procit szerintem ezek már álva hagynak. És Biztos akkor előtt. az van csak, hogy a kijelző nagyobb, mert rádögött USB-c-n, ugye az is most már egy ilyen szabvány, és akkor hello. Nem tudom, én most, amit mondom, ezt a tabletes megoldást használom legtöbbet, ugye, hogy tabletem válogatom le a képeket, mert légesen gyorsabb, mint számítógépen, de például az, hogy tabletet is rá tenni kijelzőként ugye a monitorra, és na, fordítva, a, telefonra. telefonra, meg a tabletet is rá dugni HDMI kábelen a monitort, és tudok külső kijelzővel dolgozni. Egyébként ez megdöbbentő, és ami a legdurvább, ez az S6-os Samsung, ami nekem van, ez például árértékben egy extrém olcsó tabletén 150 ezer környékén megy, tehát hogy nem egy észrejtően drága hmm. a tabletről Tünk, és 600 ezer antutu pontot tudni, a telefonozás 21 óta mondjuk 750-et, tehát hogy hmm. van köztük egy ilyen 30 differencia, vagy 50 de például én ezt feldolgozási sebességben, amikor dexüzemódban használtam a lightroom én ezt nem éreztem. Hmm. És azért nagyon durva volt így feldolgozni képeket, és ami nagyon jó volt, hogy hatomasban láttam ugye a monitoron, nem picibe kijelzőn, tehát hogy önmagában erre van lehetőséged egy szoftver által, és, és tudod használni ezt, mint egy Aztani PC-t lényegében, hmm. azért ez egy extrém jó újítás, és Igen. ezt a Samsungok tudják alapból. Bluetooth szegér billentyűzet, és vannak ezek is a kis hordozható monitorok, most pont mi nap néztem Én is a is néztem Rene, egyet egyet meg ilyenek, és jó, 38 ezer forint most kuponnal, de a fényre egy szart, tehát azt Igen, csak az, nem az nem a beltérbe van. tud használni, de vannak normálisak, mondjuk jó, azok de most már 15 ilyen most 8, 8 A tablet az meg 10 és feles, tehát, hogy, vagy 11 ez azért hát van különbség. Hát az minimális. Ott, mert egy 27 szoros monitor, az már durva abból, az... abból, is van egyébként hordozható, és az a lényeg, hogy mondjuk azokban már tényleg egy, vagy egy powerbank kell hozzá, vagy kettő-20, de hogy az, Ingen. már, az már az a méret, ami használható. De 20 szorosban vannak ezek a, a hordozható 19 és akárhányas, meg 20 és feles, meg ilyen hülye izé az azért. És az, az, az De 15-ös is azért jó már. Tehát telefonhoz képest az is bőven, bőven, jó. De egyébként én, én arra használtam eddig, hogy fogom a, a notét, és egy monitorra nem lehet dolgozni, és akkor mellé csapok egy másodikat, és akkor megint jó a 15-ös, mert általában 13-15 között szokott lenni a notim, és akkor van hozzá egy külső kijelző kész. Egyébként így tök jó, de most alapvetően én amikor elkezdtem ezt használni, ugye akkor nem volt jó még maga a szoftverrendszer hozzá. De. Tehát, hogy nem lehetett jól használni se a Lightroom-nak a mobil verzióját, sem azokat az applikációkat, amikkel én dolgozni szerettem volna. De meg, volt, meg, meg volt, a Dex, szerintem kb. ugyanez a, a, fejlettségi szint, mert ugye sok újdonság nincs itt Linuxos izé fronton, viszont a, a különböző márkáknak az applikáció, azok nem voltak még erre készen. Nem, abszolút nem, és nem is lehetett őket jól használni. Sőt, hát a szinkronizáció nem működött, alapfunkciók nem működtek rajta. De. Most viszont viszonylag jól működik. Az mondjuk más kérdés, hogy például azt asztali számítógépen beszinkronizálni valamit, hogy látszik a mobil eszközön, na az nem mindig működik jól. Nem tudom, hogy mi az oka. A mobil verzió tök jól szinkronizálja egymással, meg azt hmm. szinkronizálni a klasszik verzióba is, de a klasszikból a mobil verzióba nagyon nehezen működik. És 21 óta erről van -e még valami Gábor, vagy akkor térhetünk ki? A fronton szerintem nem lépett nagyot előre, sőt, megkockáztatom ott a mint a 23 óta. Ilyenről nem beszélünk akkor? Szerintem fölösleges, majd aki akar, aki tapasztalja. Nézzétek meg. Mert még neki még nincsen azért, tudod. E, s nincsen még ez a... A 6.1-et megkaptam, tehát a hm. kereső funkciók megvannak nekem is, meg a beszéd felismerős nyolja. És a fotomanipulálás az nincs még benne? Nem is nézte meg, mondom őszintén. Ami van még újdonság, és ez jó pofa volt nekem első hangzásra, csak nem nagyon beszélgetek azóta kínaiakkal, meg mit tudom én. Élő szóba le tudja fordítani a De angolul. beszédet. Magyar De nem nyelv beszél nincs, angolul, viszont... tehát a kínai se beszél De angolul. De nem, hát Valaki a kínait angolra tudod, magyarra nem tudod a kínait. Az tök mindegy, jó nem lenne tudom. nekem, a le tudnám, meg én is angolul beszélek ja, neki, és nem az, használható, igen. Sorry, what, what, are you, what, what are you saying? No, no, please repeat, please repeat. És, de nem, nem érti az angolomat. Tehát, meg az egyébként szerintem itt nagyon záros határidőn belül meg lesz a többi nyelv is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek Mállt, hát meglátjuk. most már nem olyan egy nagy fejlesztések. Nem, 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 most már ugye Figyelj, a, a, a GPT-vel én magyarul beszélgetek. Én is, hát Néha átvált angolra, amikor megkérem, múltkor megkértem, hogy meséljen egy viccet, nagyon szar vicceket tud. Főleg úgy, hogy az angol angol viccet, aminek angolul van értelme, mert úgy humoros, mert talán egy szóvicc, azt lefordítja nekem magyarra, és akkor olyan dolgokat mond, hogy mit tudom én, mi az, négy lába van, és izé elesik, és kenyérpirit, és akkor, hogy nézze, tehát mi a vicc, és mert magyarul nem jó. Na mindegy, de hogy ez a átvált angolra. Ugyanez a versekkel is, tehát a magyarul vers az nagyon gáz, angolul egészen jó már. De mindegy, de hogy ez is tudja már. Na, marát. nézzük akkor a többi technikát, Telefonok nem maradva akkor. Így van. E, rengeteg dologgal kényeztetnek el bennünket a gyártók jelenleg. <coughs> nem is gondol. Telefonok, porszívók, orszörnyíró, mi van még? Ami Konkrétan most... porszívó csöveket hoztam most nektek. <coughs> egy <és so> viccelek. <coughs> nem, szóval meglepő, de az elmúlt egy hónapban annyi jelentés történt. Semmi nem szerint... történt, mi van? Én, vagy én, nem láttam ilyeneket, mi a Hát és inkább abit, te nem láttál. Semmi, el. semmi. Tehát egy nagy kamerafronton itt a nyár, érted? És ilyen nagy... Látszik, hogy ki a fanatikus, ugye? Ördög szekereket fúj a szél. Nem, én egyébként én azt gondoltam, hogy most ugye ebbé lesz, gondoltam, hogy majd valamelyik gyártó valami extrabbet dob, de egyébként tényleg nem történtek. Tévék jöttek, új, Én nyolckások. Igen, mondjuk lehet, hogy elmentek inkább el a panaszosnak a pénzei, de mm, meglepő módon pont a panaszosnak, amik egyébként előállt érdekes dolgokkal. Aj. Emellett még, várjatok, mindjárt fogom mondani, emellett még érdekességet hozott a Sigma. Meglepő módon. Hm. egy objektív formájában, ami nagyon érdekes ja, szerintem. Ja, azt hittem, egy újabb fp de nem lett volna rossz próbálkozás, csak kár, hogy elhalt az a kis váz. Valaki folytatta, meglepődsz majd. És nagyon durva lett. A Panasonic? Igen. A Lamborghini. Igen. Hallottad akkor, ugye? <laughs> Én most a egyik Facebook csoportban láttam, azt hiszem külföldiben, hogy kérdezték, hogy na, Sony? Aha. Szóval valószínűleg erős dolog jött, ha így És valami, felkérdezték. Valami cross az mit szólnátok? Mint a megint a Volkswagen egy izével, egy vázzal. Meglepődnék. Na már ott vág el már, mint egy ja. random gyártó. De Mercedes. De mert a... ki, ki tudja, mit mi, a Xiaomi egyébként mi drón például, tehát ők nem állnak messze attól, hogy gyártsanak objektívek, és ehhez igen, hasonló. A, a Xiaomi az igen, ilyen Nem tudom, hogy szenzorban valószínűleg a legtöbben ugye, ugyanúgy Sony-ban. harmadot használnak? A meg, 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 meg Sony-t. A Xiaomi? Aha a kamerákban, meg egy csomó ilyen. Már mi és... mobiltelefonokban? Nem csak mobilban van nekik, ugyanilyen surveillance, meg ilyen megfigyelő kameráik, meg egy csomó ilyen egyéb ilyen. Na, ezek a kamerák. Hát mondjuk szerintem pont a Xiaomi az ilyen komolytalan emiatt, mert hát mindent is nem, gyarárt. Nem, nagyon nem komolytalan a hiddel. Hát, hát pedig eh, annak, nekem az annak a hatása. Nagyon hogy... van. Annak tűnhet, viszont én kb. Úgy, úgy, látom ezt a, a Xiaomi, az a, az a tech világnak a lidője. Tehát, hogy amikor a parkside park, <szerint> szádból, park, park szádból, vagy bármilyen lidlös veszel egy csokit, vagy valami, akkor ezt tudod, hogy még hogyha valami kopi is mondjuk egy marsnak a izéje, az egy, az egy teljesen full százas, tehát, ah. hogy, hogy, ilyen dupla vaktesztel lehet maximum megkülönböztetni, és ugyanez mondjuk a, ugye kifejezetten a barkács sztori, ami a Parkside már hallgat, br brutáljuk, és én azt látom a sajmén, tehát, hogy tényleg mindenféle szar van náluk, a melegítő zoknitól kezdve, a nem tudom mi, tehát, hogy a mikropuccoló robotik talán, és hogy mindenben a a teljesen igényes, és a, valahol a, nem tudom, a felső, felső harmadba raknám. De nem a legtoppabb, de hogy mind, mind az anyaghasználat, minden minőség, tehát ami most van, ami meg tudsz nézni. Ahol látsz leírást és vásároló véleményeket xiaomi Hát én nem tudom, hogy van négy csillagnál rosszabb értékelés átlagban. Nem nagyon van. Egyébként pont a Xiaomi a 14 Ultra-val dobott egy egyincses szenzor, csak meglepetésképpen, meg a Sony is az új telefonjába dobott egy egyincses szenzor, tehát hogy itt elég érdekes dolgok mennek a. Van, ami régen le vannak bemaradva be ezzel, hogy ezt miért nem lépték meg, amikor már annyi mindenben van egyincses? Aha, nem is értettem én sem, és azért képminőségben szinte összehasonlíthatatlan a kisebb szenzorokkal, ugye az 1 per 2 harmados szenzorok vannak Minden, benne. Mindenféle baszott legyen téglák vannak, itt van ez a hajtogatós elfér benne egy normál hűtés. Még az a lényeg, hogy nagyobb szenzor, nagyobb hő. Na jó, de ez Törfogye inkább csak videó lehet most, már... most egy fényképnél nem annyira. Hát oké, okay, de fogsz vele videózni, és azt nem ilyen ciki már, hogy fölcsapod az egyszer, egyszer izé szenzoros gépedet, és akkor 15 másodperc múlva túlmelegettünk, levettem izére, <laughs> lekoppoltam, és átmentünk 10 izé 1080p-re. Most belegondolunk már, nekem az S21 ultra tudott 8 k felvenni. Most nem tudom, milyen a. hát melegszik mint a dög egyébként. Persze, rettenetesen nem is erre gondolok, hogy mennyi időtartamot tud felvenni egyszerre, de mondom, már azt tudott 8 felvenni. Tehát most egy 22, 23, 24 óra már simán tudott 8 Kaptunk egy ilyen izét, majd lehet kirakom a, a fotóját, ha meg találom. Megjött az új szállítmány az embéznek, és kaptunk ilyen próba szucokat. A gyártótól én beírtam egy-két dolgot, amit én ki akartam próbálni, jött nekünk például ilyen USB-s hub, aminek akár dual 4 k HDMI kimenete van, meg DisplayPort, meg ilyesmik, és hogy csaptak egy, egy számol érthetetlen sztorit, átadottam a Viktornek, hogy ez mi a tököm egy ilyen kis kerek alakú, milyen kis pici pohár alá tétizéknek mi kb. akkor a méretű, és ez valami mágneses sztori, amit az iPhone-oknak az aljára lehet csattintani, és a miénk bepéldal ssd lehet rakni, akár négy terásat. Mondjuk erre mondjuk nem rossz, hogyha wow. telefonra fölcsattintod, és akkor, akkor már van hely. Tehát nyolc akkor négy terán azért elférsz. De ez egy USB-C porton hmm? USB valami. usb és külső. Ami, ami egy csak... tokként funkcionál lényegében? Igen, vagy? A, ha emlékeztek még az iPhone-nak a, a, a logó alatt van egy ilyen kis nagyobb plakett, és az, az ja, hát képest, van egy ilyen mágneses cucc, igen. igen. Úgy igen. van kitalálva, hogy arra ilyen mágneses kijelzőket tudsz pakolni. Nem is tudom, mik van még Telefontartótól kezdve az, uh -huh. az objektív tartóig. Hát ez a meg, megszép, amúgy nekem is. De Pörgőforgó. Tudom, kamerában látszik, Aha, ha, látszik Nekem itt van a izé a tokomon, mert ugye direkt ilyen megszív kompatibilis tokon van, és akkor tudom vezeték nélkül tölteni. Így oda pattan, Például, de... meg autós kiegészítők is van, amúgy nagyon praktikus, meg árul az Apple a pénztárcát, ilyen plusz túlárazottan, meg plusz, egy csomó Plusz aksikat lehet még így hát, rápakolgatni a uh, Most mondjuk ezt így beszéltük a Viktorral, de mondjuk nem rossz, mondjuk valaki tényleg mondjuk iPhone-nal esküvőzik videóban, de fel, a kezé, amúgy nem, fel a kezét, akkor nem, nem praktikus, mert ha már profiban akarok videózni, akkor rárakom egy mondjuk egy DJI stabilizátorra, so és tölti, akkor de? Vagy annak... nem, akkor viszont nem tudom a hátuljára, mert a hátulján van a dji akkor er, a, van a azt De Várjál a, a DJI-nek az ott Mobile 6 -a, az például már úgy van megcsinálva, hogy van rajta külön egy USB-C kimenet magán a gimbalon, és ha bekötöd a telefonba egy ilyen kis kábel összekötő, akkor a... ott nem tölti. jó de most a, a a tokoka, meg azt hogy tehát nem tudsz a a... rárakni, mert ott van a DJI-nak ja, a igen, 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 utca, igen. amire belefogatod a telefon. De rá, rárakod a szélére, tudod, hogy itt van a fogókája, és akkor ide rakod így. Vagy így De ez nem jó, mert akkor nem tudja magát besúlyozni. Nem a... Be tudja magát súlyozni, viszont nagyon hamar nem, nem fog merülni. Hát, ne. hát jó, mert utólag. Nekem kell a hatos van belőle, a, a mobile hatos van, és, és nagyon jól működik egyébként. Tehát. És a mobile hát az elbírja azért? az S21-et? Azt néztem elvileg, hogy 400 még jó, az enyém meg 380 gram. Nem tud belefogatni. De bele tudod, így nem bele. Nem tud belefogatni. Meghajtott egy ilyen kis mágneses kis bepantítója van, és nem tud ilyen szélesre kihúzni. Csak az egyik részét tud befogatni a telefonba. Jó, akkor valaki hát, hogy tud, nem tudja, hogy izé ez mag volt, akkor szóljatok. Maga a, a mágnese az nagyon jó. Tehát egyébként Jaján. nagyon stabilot tartja a helyén. Viszont figyelni kell rá, hogy úgy is oda tud pattanni ez a kis mágneses tartó, hogy van rajta egy ilyen kis pont, ahol jelzi, hogy hol kell be, hol kell beilleszteni pontosan, és egy nagyon picit mellé, egy ilyen két milliméterre mellé is be tudod a pattintani, és megfogja ugyan a mágnes, de nem a helyén van. És picit igen, de jelzi is tartja. a gimbal, van, nem, van jó, egy jó, jelzője, igen, igen, igen. hogy nem pontos. Ja. Na, de egyébként pedig az, ezt, az automata állítása, ennek a mobile hatósnak nagyon durvá jó. Én többször is kipróbáltam. Annyi, hogy a telefonnál figyelni kell, hogy amikor befogadod a telefont, akkor, hogyha nem tökéletes, és egyenesen fogadod bele, mert sajnos van rá lehetőség, hogy nagyon picit én egy-két fokot így eltérsz, akkor nagyon ferdén is beméri, de akkor is ferdén fogja tartani a telefont. Tehát nem teljes egyenes. Tehát arra figyelni kell, hogy amikor befogadod abba a kis mágneses tartóba, akkor be a tényleg szögegyenesen kell beletenni, ne legyen bele elcsúszás, mert amúgy ferdén tartja a telefont. Na most persze, maradjunk még egy kicsit a mobilnál akkor. Ha már no. úgyis ezekről beszéltünk. Mobios fronton, mi van még akkor, amit? Hát a szomszédok egyszeros kis szenzorokról beszélj még egy picit, mert azért az talán már lehet. Figyelj, egy nagyon érdekes volt, én megnéztem a rengeteg. tesztet, baromi jók egyébként, főleg a Sony a telefonjáról van fönt, rengeteg teszt most, hm. és uh, ugye egy incses szenzort kapott, és uh, olyan elképesztő jó minőségű felvételeket csinál, ugye sokkal nagyobb a szenzor, tehát azért a uh, rossz fényviszonyok között kevés fényben is kiemelkedően jól teljesít. Azt ráadásul van egy pici háttéremosása, ugye ami eddig is megvolt egy nagyon pici mondjuk mobiltelefonoknál egy közeli témánál, amit vettél, de most azért egy egyincses szenzornál ott lényegesebben meglátszik. Igen, viszont segítsetek már, hogy az egy mekkora a mikro négyharmadhoz képest a, mérete. Én már megnéztem ezt is egyébként, de sokkal a, 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 sokkal nagyobb a mikro 4 ki Nagyobb. Azt hogy négyszer akkor, nem? Mert mindenhol túl a vált Szerintem hatszor is lehet. Na, szóval nem annyira nagy, viszont a mobilos, a mobilos Igen. Ha megnézed a különbséget például, ami kijött a drónnál, a DJI 3-as volt, a Mavic, Mavic, 3 Pro volt az, hogy hogy hívták azt? A Mavic, még a Mavic 3. Tehát blencsés sztori, volt, mert neki volt először egy egyszoros um, vizélye szenzora. Én nekem volt. a most az nem, korák nem... Hát most szerintem ez maradt már a, a profi kategóriában az egyszóla a a, a drónnál fura, mert Én most is. mit, tudnak tudnának elérni mondjuk egy uh, mikro rendszerrel? Hát ez már nagy. Hát nagy de egy mondani. nagy drón is bírja, tehát hogy... Hát de ezek nem pont az a lényeg, most egyre inkább minden ország ugye szűkít és szabályozza a drónokat, tehát hogy ezek a Mavic is szerintem az a kategória, ami, ami nem is tudom, mikor volt utoljára fejlesztés a nél volt, vagy voltak róla hírek, hanem jönnek a kicsik a minivel, meg a... Ja. Most, azt mondom, hogy hívják már. Hát a most konkrétan megy ez a mini, mini, mini és abból is van már a mini pro, azt hiszem most az, az jött ki a Mini Pro Akkor az 4, a Pro. talán, szóval, hogy És van olyan, inkább egyébként mennek egyébként piciket, de tud mondjuk 4 k 60 at 4 k 60 tud, csak az nem ja, mindegy, ja. hogy milyen minőségű. De jel, minőségű. Tehát, hogy ezt azért sok meg tudjuk ugrani, milyen kisebb szenzorral, ez nem probléma. Erről beszéltünk például a, a ezekből a pocketekből, a DJI pocketből is, meg ami nekem volt a fejű, hogy hiába tudni 4 K60-at, Nincs benne átmenet a színekben. Tehát ez a, a témát. a bőrben, az, az, az ezt, ezt a témát, mert sajnos most utána jártam, amíg ezt pont meséltem adás előtt. Nem sajnos, ez, egy jó tudsz, és megmondom őszintén, hogy, hogy amennyire óckodtam ettől még, akár az év elején is, most nagyon fordult velem a, a, világ, egyre több ilyen TikTok tartalmat gyártunk, meg nekem is most ugye, hogy szó szerint ugye béna lett a, a bal kezem, hogy ráfanyalottam a telefonra. És meglepően jó. Nem rossz. És mi lenne, ha lenne egy olyan amit oda is tudok adni mondjuk a kollégának, hát tudja vinni, tud vele dolgozni, de mégsem kell mondjuk valamelyik stúdiókamerát odaadni, annak egy gimbal-cúcc összerakt, ezt nem mindenki tudja használni. Tényleg, ha most például a Pocket 3, ugye a Pocket 3 legfrissebb legfrissabb a igen, 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 igen. annak is egyszoros a, a szenzora, Nézzük meg, hogy miket tud. A, azt hozzáteszem, hogy én még a kettőt, ha megnézzük a speedzone akkor nagyon sok esetben a DJI Pocket 2-t használták így rátapasztani, például a kocsik oldalára, hátsó kerék fölé meg a belső. Tehát a legtöbb esetben ilyen belsőket, meg ilyen kis kibehúzogató sztorit, ők azt használták. És nézzétek meg, fönt van a Youtube-on nagyon szépen össze lehet majd grédelni a, a, normál kamerákkal, amik egyébként FX 3-at használnak most már, és nem dob ki a feelingből, tehát nem is nagyon veszed észre. Jó, mi, mi már látjuk, de szerintem, hogy átlag felhasználó főlepe tévénézőt, tévén akkor... Sőt, akkor még egy nem, nem túl gyakorolt szemű szakmóveli sem. Ha jól van megvágva, és jól van összegrédelve, akkor ezt szépen össze lehet hozni, és az még csak a kettes volt. No, ezt a témát picit megnyitom, mert ez azért érdekes ez a pocket verzió, verziók ugye a DJ-nál, mert ö, én nem követtem nagyon sokáig, viszont van egy barátom, aki folyamatosan jár ilyen Bora-Bora, Maldív-szigetek és a többi, és a többi, és ö, folyamatosan vált fölfele ugye a dj nak a termékeiben, és még az egyesnél nekem is megjegyezte, hogy ö, nem, ez fejútek volt neki először. Az van, aha, nekem is És azt mondta, Eladó. Azt mondta, ugye hogy az, az nagyon-nagyon nagyon rossz, tehát hogy azt, azt nem érdemes megvenni, mert nem. ő megvette helyette a DJI-nak az egyes verziót, és azt mondta, hogy összehasonlítanak a kettő, Tehát, hogy nem nincs egy a kettőnek. Én néztem teszteket, egyébként meg volt is havarom, akinek volt, volt is nálam az anyaga. Amiben, amiben sokkal gázabb nekem a fejjú, hogy sokkal nagyobb a látószöge. Egyik egy része az, meg itt, ugye... Itt van egy, és ez akkor jó, hogyha ugye vlogger tudsznak használod, és amiben mind a kettő mértéktelen az a, az a, gradientek, a bőr főleg. Én, én azt de az egyes én, én nagyon sok tesztet megnéztem utána, és abszolút nem láttam rossznak. És se láttam. Tehát fönt a, a, ami fönt van YouTube-on, és nem is nagyon említették ezt a problémát. De én megfogtam, és berakom a Da -be, és borzalom. Hmm. Nem tudom meg. Mindegy, ezt mert lehet hogy valakitől szerzünk, és megpróbáljuk egyszer majd megnézni, de... Hát a, nekem én szívesen tesztelem. A, a, kár... a legújabban. Ja, a legújabban. <laughs> azt is megszerzem neked. Az egyes adom. És vártok, és jött a kettes széria, és kiavították egy csomó hibáját ugye az egyesnek, és egy sokkal mérföldekkel jobban használható uh, gimbalt kaptak, sokkal jobb stabilizálással, és mérföldekkel jobb képminőséggel, és az már uh, rossz fényviszonyok között is kimondott a jó képminőséget csinál. Tehát este például tudta felvenni 4K60-ban úgy, hogy szinte Na, alig volt zajos. Igen, ezek, ezek, az, este mindegyik elvérzett az egyesből, még mi a kettesből a ke is. Kettes már nem annyira, és itt jött a poén, hogy uh, én eddig is látom a felvételeket, amik eddig, amiket eddig mutatott nekem, és én nem egy kis mobiltelefonon néztem, hanem náluk 160 centis tévén, 4 k tehát hogy tényleg nagy felbontásban néztem. És kezdetek el, hogy a kettes is nagyon durva volt már, tehát meglöbbentem rajta, hogy egy picike kis kézigimbalba éneket ki lehet hozni, de a hármas nem, az a tehát hogy nem is az a probléma. De a tök jó hát a picik a szenzor a most ez, ebbe is pici, mekkora szenzor van a. Ugyanakkor van a tiéd, mint a tiédbe, de egyébként ennél sokkal adnak a, 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 a termékeknek. nem. Szerintem igen, is jött a hármas, és most kim voltak egy, Egyiptomba, ki volt Dubájba, és ott csinált éjszakai felvételeket, rengeteget, hogy ki vannak világítva ezek a felőkarcolók. és látszik, hogy nekem az állam leesett a helyről. Félelmetesen Na, jó képinősége van. Abban nagyon jó. Extrém gyönyörű kristálytiszta tiszta szinte. <laughs> jó, nyilván azért nem 4K60-ban vette fel, hanem 30-ban, tehát ott azért nyilván egy picit nyert fényerőben pont ezáltal, vagy zársebességben pontosabban, és ezáltal izóban is értelemszerűen. Tehát nem kellett magas emelni az izót, mert 4K60-nál pont dupla akkor izó kell értelemszerűen. És ezt nagyon ki tudta használni, és annyira megdöbbent, de jó felvételeket láttam, hogy tényleg le voltam nyűgözve, és uh, mondjuk az ára nem olcsó, ki kell mondanom, 300 ezer környékén van az ára, ami egy Creator kombónak, ami mondjuk de? húzós, de hogyha belegondolsz, hogy ez 4K-ban 120 FPS tud nappal, azért az wow. Ki ennek a célközönsége? Na ezt, ezt akartam mondani. Ezt, a, a, gazdag turista? Nem, nem. nem, nem utazó, de, utazó, vlogger. Utazó, hát jó, utazó, nem az. Utazó, az vlogger. utazó, vlogger meg már vesz egy rendes Nem vesz, ez ez, mert ez picike. Mert... Kézben van, nem erről a telefonja tőle, egyfolytában tud vele dolgozni, és extrém jó az akkumulátoruk, tehát nagyon sokáig bírja. Fölmászol a hegyre, meg túrázol, meg és mindenféle helyeken tönnyi. vagy, és nem az van, hogy egy ilyen, egy ilyen volna gimbólon, izé hanem ezt el tud rakni, és olyan helyen vagy, ahol mondjuk tényleg kinéznek mondjuk egyik tomba, és be tudsz fegyülni a többiek közé, és pici méretű. Tehát, hogy kvázi. volt mm. minden elokod... magad, de egyébként mobiltelefonon tök jó, hogy van ez a stabilizátor benne, és viszonylag jól meg is fogja a képeket, de azért ugyanazt a hatást nem fogod elérni, mint egy gimbalon lenne. Van ez a, van a normál stabilizálás, és van a szuper a Samsungon. Azt próbáltad meg? Próbáltam. Külön, külön kell csak full hd engedést, azt nem szeretném. Na, az ennyi, ennyi viszi 4 k ba és az a furi, hogy mozgatod hát a, telefont, a, telefont, mozgatod a telefont, és nem mozog a kép. Uh -huh. És mi az anyád? És akkor az a baj, hogy egy fenkelésre nem lehet használni. Igen, pontosan. Mert akkor így Ugrál. Megugrál, de hogy basszus, brutál. Tehát ez, ez nagyon, nagyon, olyan, nagyon olyan, én is használtam. ez, ez akkor jó, amikor ö, olyan helyen vagy, ahol el, vagy egy kicsit mozog az egész környezet, de nem akarsz senkel, mert egy szögből ja. akarsz fotózni, videózni, tök jó. Ja, jó. Annyit akartam csak mondani, hogy ez a 4K 100 FPS egyébként nagyon jól kihasználható mondjuk sportoknál, tengerparti sportoknál, mondjuk szörfnél, vagy akármi olyannál. Nem hiszem, hogy egy ilyen kis szarral nekiállnék sportot, még csak hobbiból sem. Figyelj, gördeszkásokat, bicikliseket, na, simán legjobb. Hát közel. Erről. Egy, persze, mal, van egy viszont nagy látó tök jól kitölti a kamerát maga a téma, de ugye most, azért meg közel vagy hozzá. Ar ar arra gondolni például, hogy a gyerköcsödnek van valami szabad akár, és ugye ja, arra... Ne, arra ne, nem, foci meccset nem állnék vele videózni, de egyébként ah. erre meg tökéletes, és szerintem ezt kimondta azoknak az embereknek van egyik rész aki szeret kirándulni, utazni, és fel venni videóra, mert főként azért videóra jobb, mint fotóra, azt mondjuk ki. Anya? Tájképeket lehet legyokat csinálni, mert azt hiszem 64 megapixeles a kamerája, vagy valamilyen elég nagy felbontás. Hát, jaj, jaj, de azt megmondod, az Fotót azt, azt nem tudom miért. De jobb minőség, mint a telefon, mert egy, egy incses a szenzor benne, tehát hogy mindenképpen jobban jársz vele. Majd mindjárt tovább menjünk, ha csak nem egy incses telefont veszel, te is majd. Na, igen. de, na nem, 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 tudom miért a, a fotóktól én, én. nem is nem próbáltam, igen. Hát a te gépedben lehet nem annyira jó minőségű 10 megapixeles felvételeket tud csinálni. Nem csak, szem, hogy vala, alapvetően nem arra van kialakítva, nem, hogy az, az, az egész nem van, persze. szeressél. Hát nem. egy gimbalon van. Persze. Szóval ami, miért fotóznék gimbalon? Ki a videóra van egyébként szerintem is. Annyira örültem, hogy ezek megjelentek, mert pont erre gondoltam, hogy kéne egy jobb kamera, mint a telefon, egy ilyen dedikált eszköz. De akkor jobb is volt? Igen. És akkor egyébként tényleg, amikor az egyes is kijött, voltak, akkor még brutálfosok voltak. Szerintem még a top izék, a csúcskategóriás zászlós hajók is, akkor mi betöltötte a szerepét. Mert most az egyszoros azért tényleg élő teszbe kérem, most nem ennek a YouTube szarnak, ki tudja, milyen az munka, Tehát én azt mondom, persze abból a képből is, ami nekem van, abból ki tudok hozni, most főleg ráereszted izé, a ízét, a topázéját, meg szépen befilterezed, meg belágyítod a, a dolgokat. Lehet, hogy visszajön ott a, a bőrnek a tónusa is, de nyersen az nem olyan. Bírom ezeket, vagy nem tudom, hogy milyen megvilágítások, meg milyen körülmények között ugye nyomták föl ezeket. Na mindez. Ja, ez a klasszik, igen. az iphone -os. Jó, nyilván azért a... hozzá. mert az a, megkügyük. profi, több profi, set, világításon, és nézd, milyen jó az iPhone no. kamera is. Igen, <sínt> ilyen világításnál, igen. igen. És az éjszakai kép, és közben a háttérben két dalú emeli föl, ugye, ja. több gigavasztos izért, és akkor szólnak a városban, és rácok, ezt a három utcát most lekapcsoljuk, mert kell a lámpa a forgatáshoz. Köszi. Pontosan az árma lámpahoz. Igen, na. Igen. Igen, egyébként, de mondom, ahhoz képest szerintem, amire tervezték, és ez egy jó kérdés volt a Viktortól, hogy vajon kiknek tervezték ezt, szerintem pont az utazó bloggereknek, és nekik szerintem ez tökéletes választás. És gondolj be azért, nyilván egy telefont alapvetően lehet erre használni, de kicsit kényelmetlen a fogása miatt, ugye azért egy széles dologról beszélgetünk, és másik is. annak rész... is gimbalt venni. De akkor meg megint, már nem olyan megint, kicsi és na, könnyű. Megint, Tehát, megint, hogy... megint, nagyobb, igen. És egy jó kis ilyen kis uh, DJI, vagy egy holi kis mikrofont ide beraksz. A dji a saját mikrofonával egyébként összelt párosan, direkt ugyan van hm. vagy hogy tudsz felvenni és saját mikrofonnal arra kártyára a hangot. Hát, nem Nagyon más. jó mit is Lenne, ha nem lehet, és ez is tudja, ez a gimbal is tudja, az a hármas, hogy leköveti az arcot. Szóval a kettes is tudja. Ja, az egyes is. Egyes is tudja? Hm. Aha. Na mindegy, ha, Á, nem tudom. az egyes nem, de Lehet, a kettes azt nem azt tudja. Meg a hármas az meg nagyon jó. És uh, néztem vele ilyen teszt videókat. Csávóra hangászik, kamera követi mm, jó, Nagyon az. jó, tök jó. Ezzel már rég túl vagyunk, tehát ez egy öt éves technológia. Jó, de ne azt nézd, hanem azt nézd, hogy az e most egy mobiltef, nem tudod használni. Hát nem, egy gimbalon már, az, az Osmo mobile akár akármelyiken tudod használni, mm. mert az a kettes volt nekem először, azon is tudtad már azt hiszem a kettes volt. De én ezt arra is látom egyébként, figyelj, az ára, az ára az, gáz. Mert 300 ezer forintért, mert nagyon ott vagyunk, hogy tök profi cuccokat lehet venni, és megint azt mondom, hogy akkor Hátok ott, már elgondolkodni is, hogy ez, 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 bruttó 260-70, nem tudom mennyi most a médiában. Jó, objektív nélkül. De hogy is, kittel? Kit Aha, szerintem már annyi. Angliában? Vagy itt Lehet Angliában, angliában. Van. jó, mindegy. Nem mindegy. Megrendeled ebay És azért az egy, az egy cucc mégiscsak. Tudom, pont ezekkel nem rendelkezik, hogy nem tudod berakni a farzsövetbe, de hogy minősége például, hogyha már a Sony-nak is van, melyik volt a Sony-nak, az a kis picit egyszalos ilyen fényképezőgép az szerű. széria, nem? Erik száz, azt hiszem, az volt az. Az, az, Erik nem tudom, bőven vagy rengeteg van abból. Nem tudom, azt hiszem, Erik az széria volt. fölöslegesen csináltak ennyi, de egyik rosszabb. Én azt az nem is értettem azt az egész rendszert, az egy vlogos, vlogkamerának. Hát Hát nem ö... de úgy néz ki, a sokkal kisebb, mint egy, sőt, ha megnézel a mikro 4 harmadot. akkor ahhoz ha képest még majdnem nagyobb, nem? Igen, és akkor meg már az mennyivel jobb sokkal mérföldekkel. Na mindegy, azt nem értettem, az egy teljesen, hmm. teljesen homály volt nekem. Oké, okay, no, tényleg bírta a meleget, órákon tudtál vele dolgozni kint a napon, persze, mert pici, de mondom, ezt nagyon sok mikro négyharmaddal megtelted ugyanúgy. Hát na, nem hiába nem folytatták. De, mi jött ki megint? Uh, két, éve, két éve jött ki az egyszoros. Együtt én egy, egy láttam legalábbis a, a Pocket 3-mal. Az is nagyjából két éves. Hmm. Mi összehasonlítás volt, vagy mi? Ah. Wow. Egy, egy rakták a kettőt, és akkor ugye a, az árban a Sony még drágább is volt, viszont is benne gimbal, de képminőségben meg minimális hát volt, amiben átmenettek sok ilyenekben valamiben jobb volt, mint a, mint a, a, mint a kis pici Z, Pocket 3, de egyébként meg nagyjából meg, nagyon más a kép egyébként, érdekes, hogy ezt nézzétek majd meg, hogy ilyet, mit, ilyesmit szeretnétek. A fejúból is vannak, azért most abból is kijött a hármas, vagy nem tudom, azt hármasnak hívják. Néztem, el, de, de ugyan, nagyon hogy jön, vagy nem még mindig, nem, értem, mit csinálnak. Ha néztem a teszteket, pont a hármassal hasonlottak össze, Youtube-on van egy csomó videó fent. A kettes az jó, a kettes, például, én úgy. úgy emlékszem, legalábbis a kettes a, a, a DJ-hoz képest, az nagyjából fejfél mellett haladt. És abból Aha. volt egy olyan változata, hogy volt hát egy a kés... Kés... A Igen, a volt egy olyan, azt hiszem, hogy le tudtad venni a gimbolt. Igen is, kábel igen, volt, igen, és igen, tud nem tudom, meddig bírja, hányszor tudod rátekerni a kis izéjére, a de az sokkal könnyebb lett ez aki tudod mágnesen tapacsolni a kocsira, ilyen bukós isakra, ilyesmire, és kázi az már, ez egy ilyen félig hibrid volt, egy akciókamera, meg egy, hmm. meg egy gimbal között. De az kábeles volt, az nem simán az kábeles volt? Nem, az kábeles volt. Legalábbis én, amit, amit láttam, az kábeles. Volt. Ez kicsit furi is volt, hogy nem, nem értem így, a rátekered, rátekered, és leveszed a fejét, is rárakod. Hát azért, mert... Hát kapna egy kis akkumulátortok sokkal egyszerűbb lenne, nem? Hát jó, csak ugye a maga a technika, maga az akkumulátor a kis botban benne. Ha már kap egy akkumulátort, akkor, akkor gyakorlatilag igen, az egy kis akciókamera, de hát azokban is hát, van ugye. Hát Izi oldotta meg jól, a, amit belén is szemeztem, csak nem tud 4K-t, ugye az Insta van Go 2. Az. De az, Ott ugye van a nagy háza, hát az nem gimbalos, igen, van de hogy ők úgy adották meg, hogy hát van benne stabil, igen, de hogy van a nagy ház, azt abban is van aksi, meg ha kiveszed a kicsit, amit bárhova fel tudsz szakasztani, meg így, izé, akkor abban is van egy kisebb aksi. Annak én én egyik a... tölti a másikat. Szóval, hogy ez, az jó, aki van találva, Nyilván gimbalos, is ki lehetett volna valami. Ezek a túl nyilván tabletek voltak ilyenek annak idején. A lenovo is volt, hogy ez a, a billentyűzetében is volt a oh, si. ja, igen. Levetted, és akkor a az is elszaladgált a másik. Sőt, fel. a Microsoftnak volt olyan verziója, amelyben benne volt a videokártya. Ja, ja az aljában. A billentyűzetben. 10-50-es, még azt hiszem a Surface 6, 7 be vagy nem tudom, melyikben volt benne. Nem, az a Surface vegyük, és a Surface book. Pro volt, nem, a nem, Surface a Pro volt. volt. Nem, a, De a, a meg. Surface az mindig az csak tablet, és mágneses billentyű, és is a Surface Book, vagy milyen tökön volt a neve, ami, ami egy komplett PC, és abba volt benne, igen. Akkor lehet, hogy az volt. Legyen az, mindegy, nem emlékszem már rá, de biztos, hogy volt egy olyan, amiben a billentyűzetben volt hmm. benne a videókártya, és ha azt lecsatoltad, akkor az sem tabletként funkcionált ez egy alap az, az, egy normál noti, mert az, az, a lényeg a kettőnek, hogy az, az van egy fix zsanér. Igen. És az megáll magától, berakodod a A, a, sima azért Surface pro azt meg nem tudod az ölben használni, mert csak asztalon mert hogy ilyen Gyulifile fia. Aha, ez. Na így, összegezve egyébként ezeket a kis kamerákat, mm, nyilván ezek arra jók, szerintem. Így önmagában kevés. Max Halt tényleg utazó vlogger vagy, vagy nagyon szeretsz utazni, és sok pénzed van. Viszont ilyen kiegészítésnek meg szerintem nagyon jók. Tehát, hogy de, egy, de, de. egy anyagot, ahova nem férsz be, ahova ja, hogy nem veheted ebbe. elő a nagy kamerát, ahogy mondtad, a speedzónosok ilyen izi uh -huh. helyekre rakják be. Szóval ezekre tök jó, de így önmagában. Főkamerának szerintem... nyilván nem alkalmaz csak abban az esetben, hogyha hát egy kirándulásra vagy egy nyorlásra viszed el magaddal. Arra hát tetszett teljesen tökéletes. Hát, én én már megcáfolom, egyébként nem, nem azt a... a ezeket az AI funkciókat, és nem tudom, mikor jön már bele végre, a, akár a premierbe vagy a DaVinci-be valami hasonló, mint a ugye a, az, az Adobe megvette a topáz AI-t. Na, ezt csak azt nem vett, te... vett, Vagy Megvette. megvette, megvette. Oh. Tehát a, az Adobe az megvette a topáz oh. AI-t. És majd vele fogják rakni elvileg is gondolom, az évette meg. Hát azt láttam, erről, bele, erről már láttam promót, hogy bereklámozták, be mm. hogy ú, de jó, hogy így majd kiválaszthatod, hogy OpenAI, topázjá, vagy a. volt még egy harmadik, az nem fog eszembe jutni. Szóval hogy ezt a hármat is úgy generálhatsz, hogy megmondod, hogy melyik kell legyen mm. legenerálva. Topazon -top belül is egyébként ugye többféle modell van, amit tudsz használni. Tehát megvannak az ilyen modellek, és le van írva, hogy melyik mire jó, hogy nagyon jó pofa a kezelőfelület is, és jaj, érdekes lenne ezt már mondjuk egy pluginként, vagy még inkább ugye ígyesen bele, bele, nyomorítani igen, De ingyenes lesz. Na, hát az adó, nem ingyenes, ugye? Hát az nem, de igen. igen. Közben Úgy, meg... Te, fut, gépeden fut, tehát nem kell neki szerver, tehát meg is adhatják. Közben meg olyanokat csinálnak, hogy az egész Premier Pro közösség fel van háborodva, szidják őket, mert ugye a normál, már. az új frissítésekben olyan dolgok vannak, hogy így fogják a fejüket az emberek, hogy használhatatlan a program kb mert hogy elcsesznek, tehát vannak jó, jól működő dolgok, amiket így elcsesznek. De ez így van Lightroom-ban is, nem tudom, figyeltek-e. Ja, ja. Igen. Egyet nem online De most egyébként nem, mi? nem is értem a... <laughs> használom, de korlátozottan, és mindig vannak az újdonságok. Én, én ezt a Pixelem ki Nem? nem? Ja, igen. <laughs> é, uh, én, én, most néztem, a, bejött ugye ott is a, az ilyen kiegészítés, azt nem néztem még, de ugye ugyanazt tudja, hogy kijelölöd, és akkor eltünteti a dolgot. Hát kijelöltem egy kocsit. Aha. Aha, kijelöltem egy kocsit, és így berakott helyette kettő kocsit, és így Aha, hát, jó, akkor mentem Photoshop beta lehet a Photoshop beta az lesz. meg lehet. Ja nem, nem lehet. Nem lehet promptolni. Prompt a Lightroom klasszikban nem lehet De eltüntetéshoz nem kell prompt. Hát, hát ha csak, egy eltüntetni, és rám az az akkor nem, de akkor ne tegyem kettő autót. Nekem olyan volt, hát, hogy lábat akartam hát. eltüntetni, belogó lábat, és berakott egy fél láb fejet konkrétan még mellé. Én nekem a photoshop -a vannak most, így én nem a nem, a nem, nem, tettem fel a bétát a legutóbb. Ó, az és, jó és jó. viszont állandóan fos. frissítenek rajta, egy kb. hetente kétszer, és állandóan kiírja, hogy frissítés elérhető, és állandóan földobja az ablakot, megörülök tőle. Beraktam autóra. Néha és akkor is. Mindig frissítem. Csak mondom, néha akkor is feldobja, amikor nincs is frissítés. Igen, nekem is volt ilyen. Egyébként amit én észrevettem a most, ami engem nagyon feldühít, hogy a kijelölés nem jól működik, egy csomószor. Az egy, nem. Egyetlen személy van a képen, és belehúz dolgokat a személy mellől. Tehát így belógó széklábot hozzászokott mostanában jelölni, meg a haja mellett lévő ilyen belógó ilyen tárgyakat, és eddig ilyen nem volt, tehát ezek mostani problémák, és ugyanakkor ez megvan a Photoshopban is ez a probléma, ami eddig Photoshopban, nem volt. Photoshop megvan, és most de a beta a... verzióban nem volt. Egy, volt két szem. Ezért használom egy csomó mindent. Én, beta... Én, csak a bétát használom, de ott is megvannak ezek a problémák. Igen? Aha. Na mindegy, kipróbálom majd. Nekem az volt, hogy volt két ház, és az egyiket el akartam tüntet tüntetni, és egy gradient egy színű háttér volt mögötte és basz meg nem. És mindenféle szar csinált. Tudom, a oda generálni. Le, le, legenerált oda. egy, ugyanazt a házat, ami volt fehérből, de ilyen, ilyen teljesen ilyen, mintha ilyen obszidiánból lenne, ilyen fehér, izé, fényes üvegből, feketébe. És így néz, ho, honnan jött? Én már beírtam promptot is ugye a Photoshopba. Én is maga. van, hogy beírom, Set hogy tú, gradient, background. Gradient, ilyenek. background, vissza, Igen. és a fehér házat, a fehér terméket szed le a képről. Nem, pasz. nem, nekem sem. Se. ahogy nem az, tudom, mit csinálnak az adóbinál, de, de hogy... azt, nem mondom, most, azt hogy kreditpontoznak, és... De nem nem, 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 csak az így hanem amblok unblock az egészbe. Például a Premiere Pro-t mostanában a legnagyobb youtuberek hagyják el, például a full-time filmékerék is ott hagyták. Egy csomó nagy ilyen izi legendás videós arc, aki videóvágásról beszél, meg ez ehhez a közeghez szól. Szinte mindegyiknél már ott van a kis videó, hogy váltottam a davinci da ra És most nemrég csináltak egy ilyen tábort, ahova meghívták az összes ilyen nagy youtubert. Mondjuk oda elmentem volna barátkozni, az biztos jó. jó program volt. Elég. Hát igen, de a lényeg, nem, nem külföldi youtuberek voltak. Nem beszélni külföldi. Ezt hát a külföldi, te is külföldi vagy. Jó, na mindegy. A, a lényeg, a lényeg, hogy ott ugye leültek velük, és nem tudom hány napig beszélgettek arról, hogy miért váltottatok a premierről Da Vinci re és ugyanúgy jön ki a szar frissítés, és ugyanúgy még, még több ember hámorodik fel, vagy akkor most mi értelme volt ennek, vagy mit csinálnak ott? Figyelj, én most pont ezen gondolkozom, hogy nekem például a Lightroomnak a mobil verziója, az tableten annyira patikán működik, és ezt nem tudom egyszerűen hova rakni, hogy válogatok le képeket, most egy esküvőt adtam át, egy három hete fotóztam egy esküvőt kb, és annak az anyagát most csináltam meg, és kezdjétek el, hogy a klasszik verzió non stopba akad, miközben a képeket válogatom. Tehát ugye egyszerűen azt csinál, hogy húzok három 4 képet, betölti viszonylag elfogadhatóan gyorsan. SSD vadonatúj gép, tehát nem arról van szó, hogy egyébként emiatt lassanak kéne lennie. Viszont egy idő után beakad, és akkor az, hogy betöltsön egy képet, arra várok 4-5 másodpercet. Csak ilyen kis homályos jelenik meg, és nem tud, hogy ez miért van, és ne, nem tudunk rájönni, nem egy mellette semmilyen másik applikáció, nincsen Chrome böngésző, nincsen mellette semmi sem, egyszerűen csak az, az egyetlen egy alkalmazás van megnyitva, és egyszerűen akad maga a képnézegetés. Ez nem mindig csinálja, de amikor csinálja, akkor csinál 10-20 percig, és az alatt nyilván sok képet el tud nézni És kezdjétek el, múltkor azt csináltam, az egyik eskőnek az anyagát feltettem tabletre, a látomnak a klasszik, vagy a mobil verziójába behúztam a képeket, 5500 képet, konkrétan pont fel annyi időt húzott be a látomnak a mobil verziója, mint a klasszik, az már önmagában is érő hely. és várjál, nem az azod... Ugyanezen a csak annyi, hogy a mobil verziót használtad? Nem. Tableten használtam, tehát tablet töltöttem fel. Ja, az más. És hát ez sokkal lassabb egyébként specifikációban. A tablet az 4,2 GHz-et tud, ez meg 2,8-at. Nincs hogy rajta Windows. Nincs rajta Windows pontosan. És képzeljétek el, hogy az a durva, hogy itt a kép betöltése az egy ilyen tized másodperc, tehát semben nem telik. Ahogy elhúzod a képet, az azonnal be is dobja élesbe. És úgy képzeljétek el, hogy a teljes 5000 képet le tudtam válogatni egy délután. Teljesen 5500 vagy. Jó, az de valószínűleg sokkal jobban van optimalizálva. A Na, Windows de sem könyörgöm, semmi. az Android régebb, tehát, hogy régebb készült el, mint maga a Windows. Jó. Tehát, hogy mire kell optimalizálni, amit többen használnak, ez pedig a Windows, nem pedig az Android. A másik kérdés, hogy lehet, hogy itt olyan problémák vannak, hogy az egyik az egy Linux alapú rendszer, ugye a másik az egy Windows alapú rendszer, és lehet, hogy a Windows nem tudják jól optimalizálni, vagy sokkal több kódot, vagy nem tudom, mit kell átböngészni, vagy ne megtalálják a problémákat. Nem egy nagy vás, hogy, uh, Hát, hát éve, választ a egy kis részt. Rakjál egy Linuxot, egy dual boot és próbáld ki a Linuxon. Mert hogy a lightroom van linux is? Én. Na hát akkor miről beszélünk? De android van ez meg Linux alapú, tehát így működik a sztori. De hogy mennyire durva, hogy leválogatod fele annyi idő alatt, mint megcsinál nagy gépen. És ami számomra egyébként megdöbbentő, hogy ezt még mindig a lightroom az alap klasszik funkcióinak egy nagy része nem található meg ugye a mobil verzióban. Miközben pont, hogy arra megy a világ egyébként, mobiltelefonon is tud használni a Lightroom-ot. Én le is töltöttem rá, és használtam is, és nem is rossz egyébként. Ugyanak... Nem, perverse, Gábor, nem? De miért? Figyelj, ki, ki, kinek jut már ez eszébe? ez nekem is fel van a mobil. De, verzió. legjobb. Vagy. Az, az azért jó, mert a mobilos képeket a mobilon még bele tudom rakni, és Pontosan. akkor megnyitom gépen a mobil verziót, és akkor és a gépen csinálom meg a fotókat. Így van, ugyanaz amikor te lefotózol valami mobiltelefonnal, hmm. és be van kötve ugye a Lightroom-ot, elindítod magát a, az eszközödön, Igen. akkor egy, amit elkezdesz fotót, azt automatikusan beszinkronizálja a lightroom a mobil verziójába. azt kikapcsoltam én kikapcsoltam nekem. Én nem, izi. nem, nem izi. Pont, Random bevásárló listát ne szinkronizáljon már a izin. Igen, nyugodtan. a klasszikban. <laughs> A klasszikban nem szinkronizálja be, de ott van egy olyan, hogy szinkronizált fotó, és ott megtalálod egyébként a klasszik verzióban is. Tehát, hogy benne van abban is, de az biztos, hogy én mindig azt csinálom, hogy amikor használok egy képet, megcsinálok, például én róba szoktam fotózni, amikor és nincs nálam egy fényképezőgép, és akkor azt szoktam csinálni, hogy feltölt a Lightroomnak a mobil verziója, utána meg számítépen otthon már látom ugye a mobil verzióban, amit miben, feltöltött. Miben saját alkalmazással, vagy a lightroom -mal? Nem tudja a telefonodból. A Samsungok azok tudják. Jó, oké, tudja csak, hogy melyiket használod. Nem, sajátját. A Samsung, szerintem jobban optimalizált, én azt gondolom. Na mondjuk én meg a Lightroomnál van, hogy úgy fotózok direkt, hogy azt hm. tudom, hogy ja, az fotózik, az iPhone meg ugye nem tud önmagától. Hát tudna, csak nem cserte meg hozzá az applikációt. Tehát ez <laughs> más kérdés. Igen. Itt nem a telefonodda van a baj, meg magával a szoftverrel, hanem hát azzal, amit tudja. megírtak hozzá. De egyébként nagyon jól működik így, hogy beszinkronizálja a fotókat, és látod, hogy 27 szolon nézem a képeket, még a mobil csinál, és egyébként a mobiltelefonnak a 27 szolon a képei brutáljok. Tehát megdöbbenné rajta. Jó, 180 pixeles szenzor van benne, nyilván nem szal annyira. Tudjuk porosztakítás. Tudjuk a maga a pixelt. Igen? Tudjuk porosztakítás, de egy jó kép ennyi. Nagyon jó képe van, brutál jó képe van. Hm? És ahhoz képest, hogy egy Samsung ISOCELL szenzor van benne, azt hiszem, ha jól emlékszem, az van benne, és nem a Sony BSI témos szenzor, ahhoz képest nagyon minőségű. Na, nézzük a következő hírt Na. szerintem. Ne, ne, következő hírt nézzünk, térjünk vissza a... Visszamegyünk a telefonokra, és az egyszorosra, nem? Melyikre? Kettő telefon jelent, jelenik meg ö, egyszoros szenzorral. A egy Xiaomi. A 14 Ultra, ha jól tudom, de mindjárt nézek. Illetve a Sony-nak van egy bejelentés ebben a témában. Snapdragon 8 Gen 3-as Procival jön, 4 nanométeres gyártás technológiával, 3,3 gigaherces a főmag, blablabla. Bla, bla. 16 5, 12 pont az én telefonom. Nekem is ugye 16 gb a RAM-om, 512 a háttértárom. Hm. UFS 4.0-es a tárhely, az viszont gyors, mert nekem a 3.1-es lassú egyébként, és DDR5-ös RAM van benne, mm, és itt jön majd az érdekesség. Itt örülök meg, hogy nekem is a 3.1 van a telóba, USB, USB 3-as elvileg a csatlakozás, Aha. de amikor rádugod a gépre, órákat kell várni, míg bejön a fájlista. Tehát nekem amikor is. A, a, nekem is. át akarok küldeni valakinek valamit, amit most fotóztam, berakom a gépre, videó, mert ugye ezt nem fogom telóról küldözgetni, és így és még mindig ugye elkezdi 2023 december. Aha, nekem és is. Ez... nekem, Ez, Tudom, hogy van rajta egy külön nap ami ugye kvázi Linuxos fájszervert csinál, de hogy ezt nem tudom, hogy mi, minden hardware adott, minden átvitel adott, hogy ez, hogy ez normális sebességű legyen. Na itt van előttem, srácok. A hátlapi kamera az egy 50 megapixel szenzort tartalmaz, és Végre nem fokozatmentesen változtatható rekesznyílás 1,63 F-től F4-ig. Azért az érdekes már ilyen szinten. Mi az, hogy egy harmad? Fogalmam sincsen, szerintem csak egyesével, de lényegle, lényeg, lényeg, hogy ő. ők ezt így fogalmazták meg. Gondolom, ez megint a marketinganyagnak egy része, tudod, a. és akkor marketingesek kitalálták a szöveget, amihez nem értenek. De stabilizátoros a rendszer, és egy érzékelő. Hm. Aztán van egy 75 mm-es lebegő telefotókamera, 50 megapixellel, f1.8-al. Lebegő? Um, Tehát um, egy stabilizátoros? Egyébként igen, stabilizátoros. Ennyi. Jó, hagyjuk többé, nem érdekes. Még, várjál, van még egy 120 mm-es periszkóp kamerája, szintén 50 megapixeles, 2.5-es rekeszérték, és ez 120 mm egyenértékű gyújtotával. Érdekes egyébként, ilyen szinten ez nagyon érdekes, mert uh, ez gyakorlatilag egy uh, 8-10 zoom. Aj, tisztelő lényegében. Szerintem az egyik legjobb telefon lesz. Egyébként összesedtek a képét az iPhone-okkal, de hát nyilván az egyszoros szenzor azért megveri az iPhone-nak a csúcskategóriáját, hát azért ez nem egy kategória, a kettő. Szóval ja, amúgy ja, most, hogy jönnek ezek, biztos, hogy az iPhone-nak is egyszorosnak kell lennie. Nem tudom, hogy ők már képben vannak -e ezzel, hogy muszáj lesz, <laughs> vagy még most kapnak észbe, de valószínű előrébb járnak már, mint jó, hát oké. Okay. Figyelsz, Na, szerintem ennyi. Kapott egy normális telefotó rendszert, van neki. Mi a ennyi? Eddig, eddig a izéről beszéltünk, a xiaomi ról hát A Sony mindjárt mondom, nem, hogy nem mit kapott. 85 kötője 170 mm-es kiterjesztett optikai teleobjektívet és tele makró képességű objektívet kapott. Ami nem, nem, tűnik rossznak amúgy. Én néztem a videókat, amiket csináltak ilyen tesz videókat, nagyon durvák vannak fent. Azért az, mert tényleg megdöbbentő, hogy egy szenzor, amiket el lehet érni mobiltelefonnal, főleg az a pixel binning technológiával, ugye, hogy összevonja az egymás mellett lévő pixeleket, szerintem brutális. Sokan biztos kivelnek akadva, hogy tényleg megveszik ezt a rohadék csúcs valamelyik zászlós hajót. 8K videó, és akkor egy ilyen átlag aps és kamera, meg a 4 k is túlmelegszik. Tehát akkor gyerekek, hát figyelj, a telefonom az idő. Sokan véreznek el egyébként nálunk a podcastbe, és amikor behozzák, hogy nem kell kamera, nem bérünk telefont kirakjuk, és 27 perc után <laughs> de Egyek? fordult az egyik, ja, 31 után meg a másik, és akkor, és akkor ennyi volt. Jajos. nem, hogy vinnek két telefont, elindítják az egyiket, veszik azzal, majd a másik változik, és volt. Hát mert rá. azért csak kéne két kép, érted? Hát igen. Aha, nem úgy rendesen vágni. Jajos. Jó, hát mindegy. Egyébként szerintem ez a telefon már, a Xiaomi is, meg a sony a telefonja is most már azért elég meredeken jó videókat csinál. Tehát, hogy nem véletlenül helyezte el a, nem is a dx volt a tesztelő, azt hiszem, hanem a másik cég, de nagyon jó volt a, tehát a legjobb telefon minősítés megkapta a kamera a rendszerben meg hát nyilván videófelvételi funkciókat is kibővítettek ezáltal. Egy, egy, mérő, egy forintért most azért sok minden más nem is van. Nem. A Sony valami 600 ezer? Ja. Hát, hát ő ő az is megdöbbentő egyébként. Hát de, egyébként nem. a Sony az egész szép, mint külső. Külső nem csúnya. Meg is van. De a Xiaomi talán. se nézd meg a Xiaomi-t. Ráadásul úgy van kialakítva a xiaomi a hátsó kamerarendszere, hogy egy kört alkottak meg a telefon hátulján. Hát, hát Azért, mert rá lehet tenni, különböző szűrőket rá lehet csavargálni, és gyakorlatilag van egy profi kamera rendszer a kezedben, ráadásul a Xiaomi 14 ultra lehet kapni grippet, be kell dugni az USB foglalatba, és tudsz külső kis, ilyen kis uh, fotózgatni, meg videózgatni. Azért sokkal stabilabb a fogás egy, egy, egy grippel, mint a nélkül, Azért ezt én nagyon ötletnek tartom. hát... Ráadásul egy ND szűrőt rá tudsz tenni, tehát azért ez nagyon nem mindegy, amikor mondjuk kint kell videóznod, és uh -huh. szeretnél szép felvételeket egy ND szűrő, szerintem el igen, ez az egyik nagy kérdés, hogy külső cuccok vannak-e, mert ugye az iPhone az azért is nagyon durva, mert hogy egy csomó ilyen külső gyártó cég van, akik objektíveket, vízi tokokat, akármiket, gripeket árulnak hozzá, viszont Sonyhoz mennyi, Majd lesz, mennyi hát ilyen hát Most adták ki a telefon gyakorlatilag. Yeah, hát a Xiaomi okay, meg de... ugye gyárt magának, tehát az meg eleve úgy hogy van Plusz még, még itt a izé lesz a nagy kérdés, nem tudom, Androidra elérhető a Blackmagic-nek a kamera applikáció. Ja, igen, de témet. hogy milyen beállítások vannak, mondjuk van egy, csomó, a a, ilyen harmadik, a... van egy csomó ilyen harmadik, van hát egy gyártó okay. ami, ami akár még jobb is, mint a Blackmagic. Igen. Most uh, aha. et szokták használni. Nem tudom már, mik a neve, mi, mi, de van kettő ilyen nagyobb, ami, ami tényleg ilyen durva. Ö, nagyon sok együttműködik, hogy a különböző gimbalokkal, tehát, hogy már azon az, hát a, hát, azt tudsz felvenni. Na hát ez, 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 ez a a a kérdés igen, de hogy, a gimbalt is tudod, ugyanígy az arcfelismeréssel, és akkor mindennel együtt már, már használod. Tehát veszi azokat a funkciókat is. Hol, nem, nem volt más mobilos sztori? Akkor erre még gyorsan ráfűznék egy olyat, hogy én azt várom, hogy ezek után akkor kijön a következő, a negyedik a DJI-os, mert azért az sem a mai technika már egyik sem, ami, ami akár ugyanezzel a szenzor mérettel, de valamivel tényleg jobb képminőséget tudnak belőle kicsikarni most már így két két és fél év távlatában. Jaj, funkciókkal? Hát nem hiszem, azt nem raknám annyira bele, de mondjuk a szoftverrel majd, amit ám, ugye összekötöd a pc vel vagy telefonnal, ott már lehet okoskodni, de hogy egyelőre annyit csak, hogy akkor ezt az új Sony is, meg Xiaomi is telefonvonalat egy kicsit, akkor rakjuk rendbe megint a, a gyerkőcöt, tegyük tisztába, és akkor jön egy új, egy ilyen pocket cam gimbal, ami már jobbat tud, mint az egyszoros telefonok. Egyébként fura, mert a 24 Ultra Samsungnál most jött ki nem olyan régen, és megdöbbentő jó kép minősége van, ahhoz képest, hogy nem egyszerűen egyszer, használt. Tehát, Jaj, azért mondom, hogy ö... nézzük meg azt, azt a gyártót, aki eddig az egyszorossal itt vagizott, eltelt csomó idő, és akkor most robbant egyet. Ja, kíváncsi, lehet, hogy jövőre lesz majd. Hát majd a 25 útra szerintem a Samsungnál lesz ne, majd nem, 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 tehát a, gimbal, a gimbal, tehát bele, és azt kíváncsi leszek, hogy most már azért eltelt annyi fejlesztés hardwareben, hogy talán lehetne abból profitálni. Megint jön ez a, ez a hullám, és ez velünk marad ez a TikTok, szerintem most az nem kéne kihagyniuk, de hát ezt ők tudják. Na minden csak, 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 egy, csak, gondolatra visszatérve, én, én látom létjogosultságát, többi ma meglévő kamerák mellett is, és ha nem lenne ilyen reszonyatő mocskosú drága, akkor én a ma vettem volna egyet. Ö, majd meglátjuk, hogy mi le, mit hoz a jövő, de, de az, egy, az egy ilyen tényleg előkapod, dolgozol vele, úgy, úgy, értem, hogy akár ki tudsz menni vele egy, egy vagy fagyishoz, egy autószerelőhöz dolgozni, mert szerintem egy ilyen kis egyszorossal. Ha, egy... ha TikTokra kell. Én az Insta 360, a Go 3-at várom. TikTok nem tudsz, mert fekvő. De ezek már... Ja, hát az meg hát a, az, tartod. a köve... de, nem, hát az... az... a következő szériának már tudnia kell az elfordulást. De szerintem hát tudja. Már a d as tudja. 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 Nem tudja. Hát a kijelzőt is tudja. a... a... kijelzőt tudod, igen. Már az új drónok is tudják egyébként, hogy elforgatják és állóba vesznek. Ja, az, az is tudja. Szóval Persze. Vajon... De szerintem ja. a, a Pocket, Pocket 3 is kell, hogy tudja. Nem tudja. Csak akkor tudja, hogy elfordul egy -e gimbalt. Hát akkor elfordul a gimbalt, egy... de... Visszatérjük az egyébként, mert így kell fogni egy gimbalt. Mivel a gimbalt forgatod, ezért az de mit mert biztos, hogy tudja. De ne ürüljetek. Meg. Na mindegy, én az meg a, tudja. mondom, Insta 360 Go 3-at várom, ami már tud majd 4 k Én meg a 4-et várom. De ne, ami <laughs> de már nem tud, tudnia kell a 4 k és akkor már munkára is lehet azt Mert annak meg tényleg az az előnye, hogy berakod a hűtő mélyére, és olyan látószöged van, ami amúgy eddig nem volt. De tudjátok, hogy ez miért van? Telefon. annyira buták lettünk, nem tudjuk igények. a telefont elfordítani, érted? Tehát, hogy ez annyira durva, a, amúgy a, az a legidegesítőbb ebben, hogy amikor ott vagyok mondjuk egy verknél, és csinálok magamnak is verket, meg csinálok egy ilyen shorts verket is, és gondolkozni kell, hogy most állóban vagy fekvőbe. Mm -hmm. Ez, elkezőt, ez, és az, ez for, a ez a Ezért lett így pontosan, mert hogy más a, a, nem azért nem tud elforgatni, hanem hogy külön legyen szeparálva a sorc, a TikTok, és ezzel is meg legyen különböztetve, hogy a kettő nem ugyanaz. És ez a, szerintem a TikToknál dölt el itt a, a sztori. Nagyon sok hülye videózott állóba egyébként az előtt is, mert hogy jobban kézre állt neki. Azt ennyi. De hogy, de hogy mióta a TikTok ezt így legalizálta, azóta, azóta őrültünk meg. És akkor most már teljesen külön kell gyártani a, a tartalmat. Hát igen. Ja, ja. Egy dolgot felveszek kétszer. Most hm. ez így működik. De, de a hülyeségek az, az, agyannak se jön Tehát egy, egy ilyen álló cuszban, uh, Nekem legalábbis sokkal nehezebb belerakni a, a kivágásba azt, amit én szeretnék, mert nekem a fekvőre ez így vízszintes van a szemed, nekem is sobb ugye ez a fajta látószög, meg ez a képaránya alapul ugye, ezt használjuk, tehát hogy nagyon érdekes. Hát nyilván sokkal szinematikabb, hogyha fekvőbe veszed. Nem, nem csak, hanem az én hoz nekem az, az jobban áll közel. Tehát úgy gondolj bele, tehát, van egy, van egy bármi, amit fel akarsz venni, egy szakácsként összerak valamit. Tehát sokkal nehezebb berakni úgy a frémbe azt a témát, hogy, hogy az álló. Egy csomó minden lesz fölötte, meg alatta, és maga az, ja. amit vág a vágódeszkán, ugye az vízszintes. Tehát, hogy egy csomó teljesen fölöslegesen van fölötte alatta, ez, ö, ez pénz kihagyva, nem mindegy. Hát rá lehet erre amúgy érezni, de nyilván ez, ez... Tehát két külön a kell felvenni uh -huh. ezeket. Tök, tök más. Ja. Jó, van egy-két helyzet, amikor, amikor segít, de... Uh alapvetően nekem, nekem nagy ez átállni. Na jó, oké. Okay. Ugye, uraim, akkor egy picit ebből belekostoltunk ebből a nyári hardware uh, telefonos, mobilos történetbe, és akkor jövünk utána a, a, kamerákkal. Ha minden igaz, akkor nem két hét, hanem egy hét múlva visszavárunk. És titeket. sok újdonság Így idunk. van, így van. Na, mert, állítólag tényleg, majd is én is utána fogok nézni, állítólag sok újdonság történt itt kamera fronton is, nem csak mobiltelefon témában. Jó, oké, okay, akkor nem menjetek messzire. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.